Te konkrétan találkoztál olyan szurkolóval később, akit láttad, hogy mondjuk megütött vagy meglökött téged? Tehát volt egy ilyen találkozó, vagy? Találkoztam vele. Igen? És mit beszéltetek ott? Sokat nem. Szeretettel köszöntöm Önöket újra Dobban a Fradi Szívit, a 9 TV-n, én Varga Dávid vagyok. Ma egy egykori kiváló csatár fogadta el a meghívásunkat, aki a Fradival egyszeres bajnok lett és kétszer ünnepelhetett magyar kupa győzelmet, az itt töltött 103 meccs alatt pedig megjárta a mennyet és a poklot. Köszöntöm Tököli Attilát, szia Attila! Üdvözlök én is mindenkit! Nagyon örülök, hogy itt vagy, és hamarosan majd fogunk beszélgetni erről a menny meg a pokol járásról, de előtte azonban kezdjük egy picit az aktualitásokkal. Mi van veled mostanában? Régen hallottunk rólad. Hát igazából semmi extra. Ahogy a Gelei mester, így érzem, azt mondta, hogy most lettem jó edző, mert most már kirúgtak bennünket valahonnan. Úgyhogy ugye Békés Csabáról menesztettek minket, és így most az az időszak van, amikor várunk a lehetőségre. Nyilván szeretnék továbbiakban is a futballba dolgozni, hogy hol, mikor és milyen szinten, azt ugye majd a jövő el fogja dönteni. És nyilván állna év a következő kérdésem is, de a Ferencvárost azt követed azóta, főleg mostanában? Én azt gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy egy játékos megfordult valahol, akkor azt a csapatot valamilyen szinten követi. A Fradit meg ugye, ha nem akarná az ember, akkor is követné, mert azért csak az ország legnépszerűbb csapata. És hát hál' Istennek még ugye a Európa Ligában a csoportkörösek is, tehát majd minden héten láthatjuk őket nemzetközi szinten is. Abszolút van mit nézni. Igen. Ugye te is megtapasztalhattad a ferencvárosi szurkolók szélsőségeit mindenféle szempontból. Most ezt kicsit Péter Stöger is érezhet, és már az utolsó ilyen aktuális kérdésem, de te mit gondolsz erről az edző kérdésről, ami most vagy van, vagy nincs a Ferencvárosnál? Hát én azt gondolom, hogy ugye az utóbbi pár évben ugye a Rebrovval óriási eredményeket értek el, és nagyon magasra helyezték a szintet és a mércét, amit nem egyszerű folyamatosan fenntartani. Azért látjuk azt, hogy évről évre igazából mindig van egy-két csapat, aki úgy valahogy berobban. Meg vannak, akik visszaesnek. Most én nem gondolom azt, hogy olyan nagy probléma lenne. Biztos egy kicsit más, itt gondolom meg kell szokni a játékosoknak is a körülményeket. Én kívülről ugye amit látok, én azt látom, hogy egy kicsit más a felfogás. Előrefelé talán látványosabb a csapatjátéka. Viszont a Rebrovnál sokkal stabilabb volt a Fradi. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de én azt gondolom, hogy itt most nincs csak arra, hogy bárkinek is a fejét vegyék, azért csak Európa Liga csoportkör. Oda bejutni én azt gondolom, hogy bármikor bárkinek nagy teljesítmény. 2002 nyara, ugye majdnem 200 NB1-es meccsel, 98 góllal, a 26 éves gyakorlatilag sztárcsatár a Ferencvárosba igazolt. De hogyan emlékszel vissza a beilleszkedésedre? Kivel volt például a legjobb a kapcsolatod, akivel így rögtön megtaláltad az összhangot? Én azt gondolom, hogy nekem ebben igazából sosem volt problémám, hogyha oda kerültem bárhova, bármelyik csapatnál, hogy beilleszkedés. Öltözőbe szerintem akkor teljesen normális dolgokként megvoltak a hierarchiák, tehát most Lipcsei Peti volt a csapatkapitánya, Peti szintén egy olyan ember, akivel bárhol, bármikor le tudsz ülni, tudsz vele beszélgetni. Egy jó társaság volt, azért sok olyan játékos volt, akik már esetleg máshol játszott együtt az ember.
jó brigád volt, azzal szerintem nem volt probléma, bár nem indult egyszerűen úgymond a Ferencvárosi időszak, sőt, nagyon rosszul indult. Ugye az első edzésen mindjárt sikerült megsérülnem, akkor a Népligetben sajnos még nem olyan minőségű pályák voltak, mint most vannak. De azért az első bajnokira úgy, ahogy rendbe jöttem, és szerencsére tudtam játszani. A számos kérdésem van még feléd, de sikerült leigazolnunk egy sztár riportert, aki szintén kérdezett tőled, úgyhogy nézzük meg, hogy mire kíváncsi. Szevasztok, Olasz, itt Gerzson. Figyelj, Tokolosz, kérdésem lenne, hogy mennyi idő kellett neked ahhoz, hogy fölvedd a ritmusomat a Fradiba? Mert úgy emlékszem rá, hogy elég frusztrált voltál, és nem nagyon találtad a ritmusomat, hogy hogyan is kéne alkalmazkodnod hozzám, hogy mennyi idő kellett, és mi az, ami neked segített ebbe. Ez az egyik kérdésem. A másik meg az, hogy hogy tudtál mindig ilyen higgadt maradni a pályán, a meccs közben, a reakcióknál, főleg amikor nem úgy alakultak a dolgok, nem kaptál labdát, vagy pedig a bírókkal való kapcsolatod. Hogyan tudtad ilyen jól kezelni, mert szeretnék én is tanácsot kérni, mert nekem is van most egy kis problémám ezzel kapcsolatban. Úgyhogy hát röviden ezeket szerettem volna megkérdezni, amúgy meg remélem, hogy jól vagy, minden oké veled, hajrá, Tokolosz! A legnagyobb tiszteleted, ez igazi szemét kérdések voltak. Igen. Na, halljuk a válaszokat. Hát Zoli ritmusát nem egyszerű felvenni, de azt gondolom, hogy nem volt vele probléma. Tehát a Gerzson egy olyan focista volt, aki ösztönösen nagyon tudott focizni, és hát sokszor megcsodálhattuk azt a képességét, hogy olyan dolgok jutottak eszébe a pályán, ami nekem sose jutott volna eszembe, például, hogy most a mellemről felfelé pattan egy labda, akkor én ollózzak. Biztos, hogy gerinctöréssel vittek volna valamelyik kórházba. Ő ezeknek a mestere volt, és nagyon sok szép dolog jött ki belőle. Úgyhogy egy nagy élmény volt vele játszani. Tehát azért egy érdekes dolog, hogy ugye mind a ketten Pécs környékéről származunk, de itt a Fradiba játszottunk együtt, gyakorlatilag akkor is ismertük meg egymást. Hát a másik kérdésére válaszolva, nem volt egyszerű ilyen ingatnak maradni, de hál' Istennek sikerült. Igen, nagyon sokat gondolkodtam, hogy a Kassai Viktort kérjem meg, hogy kérdezzem valamit, vagy a Gerzsolyt. Végül mellette döntöttem. De ez egy nagyon érdekes történet amúgy, mert inkább 2 éve már pont találkoztam a Viktorral az egyik bevásárlóközpontban, tehát nagyon kedélyesen el tudunk beszélgetni. Sőt, mondhatom, hogy szinte az összes játékvezetővel, aki akkor volt, és esetleg a pályán voltak úgymond konfliktusok, nagyon jól meg tudjuk beszélni a dolgot, meg a dolgokat. Én ilyen voltam. Én nyerni szerettem volna minden mérkőzésen, és ott ugye nem nagyon számított semmi. Tehát nekem ott jött a függöny, akkor csak arra, hogy nyerjünk. Ha valaki az én igazságérzetemet megsértette, akkor ott azt nekem ott nem elég tértettek el lehet venni, de én elmondtam a véleményet, sokszor így, sokszor úgy. De szerencsére azért a reklamálások mellett inkább a gólokról volt emlékezetes az első jó néhány mérkőzéset, hiszen tényleg szórtad a találatokat, és nagyon gyorsan megszeretett a Fradi publikum. Hogyha erre egy picit rákötünk, akkor azt kaptad a Fraditól, ettől a közektől, amit vártál, mint az első fél évben, háromnegyed évben? Igen. Én mindig szerettem a Fradi pályán játszani. Engem inspirált, hogyha az ellenfél szurkolótáborra mondjuk engem szid, mert az azt jelentette, hogy valamit jól csinálok, megvezetünk. Tehát a Fradi pályán jó volt játszani. Nyilván kevés
sikerélménye volt az embernek, de azért volt. Mikor idejöttem, akkor ugye megfordult a világ. És azt éreztem, hogy ott vannak mögöttünk iszonyat sokan. És hát azért lehet, hogy sokan megharagszanak rám, vagy nem tudom, vagy azt mondják, hogy hülye vagyok, semmi gond. De nekem az ülői úti pálya az egy teljesen más feelingős, teljesen más hangulatú pálya volt, mint most a grupomnak. Nyilván ez szebb, jobb, komfortosabb, de tehát azért ott az ülői úton, amikor teltház volt, hát az ott volt hangulat. Az más történet. Hát kerülgethetjük itt a forrókását, de csak el kell jutnunk 2003 májusáig. Ám hogyha mennyi és pokol, akkor nem kell ezt a 103 meccset alapul venni, nem elég csak 2003 májusát, hiszen ott a hónap elején 6-án egy óriási fiesztában volt részetek, amikor ugye a kupa döntőn, hát néhány hete Szűcs Lajos volt a vendég tőle, vele nem beszélgettünk arról a meccsről, inkább nem akartam a sebeket felkaparni nála. Na de szóval, hogy emlékszel vissza arra a kupa döntőre? Igazából már Lajost szóba hoztad, én azt gondolom, hogy nyugodtan szóba hoztattad volna nála is, mert nem hiszem, hogy haragudott volna érte. Ez egy csapatjáték, mint tudjuk. Lajos ott hibázott egyet, mi meg azért voltunk ott a pályán a csapat, hogy kisegítsük, ez így működik, tehát mindenki nem tud mindig hiba nélkül lehozni egy évet, vagy teljes szezont. Ugye Lajos, ő a megbízhatóságáról volt híres, de benne is benne volt az, hogy egy-két hiba benne volt, de hál' Istennek egy évben csak egy-kettő volt benne. Az pont akkor jött ki, de ki tudtuk segíteni. És ez az akkori csapatnak pontosan ez volt az erénye, hogy azért több olyan játékos volt, aki hozzá tudott tenni a mérkőzéseken, és hát sikerült akkor megfordítanunk a mérkőzést. A kupadöntő után aztán játszottatok egy 0-0-ás döntetlent az MTK-val, de 5 pont előnye még mindig volt a Fradinak, és hát akkor már csak nem is tudom, hogy 3 vagy 4 meccs volt talán hátra a bajnokságból, vagy az is lehet, hogy 2, most már erre nem emlékszem pontosan. Hogy volt ennek valami előjele, hogy tehát gyakorlatilag te a magyar kupa döntő után is azt nyilatkoztat, hogy nagyon jó ez az ünneplés, 2 hét múlva majd reméljük, hogy még egy fiesta lesz, és hogy még nagyobb. Így van, hát így is készült mindenki, és talán azon a napon túlságosan is magabiztos volt mindenki, és most nem elsősorban a csapatra gondolok, hanem a szurkolók is, meg úgy tényleg emblok mindenki, hogy bekövetelték, hogy ez már csak a miénk lehet. Pedig még volt egy mérkőzés, ahol tehát nincs mit szépíteni azon a történetem. Azóta is sokat gondolkozott az ember rajta, hogy miért alakult így, miért nem. Lehet, hogy azon a napon az volt a baj, hogy a Debrecenből kb. 8 játékos hiányzott. A kezdő csapatukból, és akik akkor játszottak, ugye mindenki bizonyítani akart, és nem tudom, fogalmam sincs, igazából sajnos nem sikerült megnyerni a mérkőzést. Nyilván már hetekkel előtte is le lehetett volna zárni az egész történetet. Akkor ez valamiért így alakult, ez így volt megírva, nem tudom, fogalmam sincs. De azt gondolom, hogy az sajnos az a nap az elég hosszú időre kihatással volt a klubra, magára. Talán a fiataloknak el is kell mondanom, mert nem tudom, hogy ők mennyire emlékeznek. Szerencsére 2003. május 30-ára, ugye az imént arról volt szó, amikor gyakorlatilag a bajnokság utolsó mérkőzésén úgy volt a tényállás, hogyha a Fradi nyer, akkor
a Debrecen ellen, akinek gyakorlatilag már tét nélküli, idézőjelben amennyire egy profi csapatnak nyilván tét nélkül lehet egy meccs. Szóval tét nélküli volt a mérkőzés, és hogyha a Fradi nyer, akkor megvan a 28. bajnoki cím. Itt egyébként pont a Lajos is mesélte, hogy a mérkőzés előtt már a színpadot volt a Springer szobor környékén, tényleg felfokozott volt a hangulat, aztán végül is 0-0 lett a mérkőzés, a szurkolók pedig ezt követően beözönlöttek a pályára. Nyilván nagy részük csak relikviákat gyűjtött, meg hát nem tudom, beszaladt, mert be akart szaladni, de volt jó néhány tucat, vagy néhány száz, aki bizony a balhelyért ment be. És az előbb azt mondtad, itt meg az összefoglaló előtt, hogy gyakran visszagondolsz erre, magára a mérkőzésre gondolsz vissza, vagy a meccs utáni történtekre, tehát ott téged inzultáltak és meg is vertek a szurkolók? Ez egy érdekes kérdés, mert azért, mivel nyilván utána az ember itt maradt, és a következő évben is találkozott ugyanazokkal az emberekkel, akik akkor éppen a kelleténél vehemesebbek és csalódottabbak, és nem tudom milyenek, mi jött ki éppen akkor belőlük, mi váltotta ki ezt az egész reakciót. Bocsánat, te konkrétan találkoztál olyan szurkolóval később, akit láttad, hogy mondjuk megütött vagy meglökött téged? Vagy most csak így általánosságban mondtad? Tehát volt egy ilyen találkozó? Találkoztam vele. Igen? És mit beszéltetek ott? Sokat nem. Igen? Igazából én elítélem ezt az egész történetet. Én azt gondolom, hogy mindig is ezt mondtam, hogy a szurkolók, a drukkerek azok szükségesek és kellenek egy csapatnál, de én azt gondolom, hogy sose ők fogják eldönteni azt, hogy mi történik egy klub életében, vagy éppen mi történik a pályán. De túl kell lépni dolgokon. Tehát nagyon, nagyon nem tud mit kezdeni az ember vele, az egy fájó nap volt, egy fájó történet volt, de túl kell lépni rajta. Én azt gondolom, hogy már amit mondtuk előbb, ne szaradjunk ennyire előre, tehát az a nap az körülbelül olyan, hát nem tudom. Kérdezek, mikor csatlakozott a Gáborék Gótovék, mikor vették át a Fradit, mert azt pontosan nem tudom. 2010-11 környéke. Na. Hát akkor pont 7-8 évvel vetette vissza a klub életét az egy mérkőzés. Nem is igazából a mérkőzés, hanem a mérkőzés után való történés. Mm. És ott nagyon komolyan elhatároztad gyakorlatilag 2-3 nappal a meccs, vagy a balhé után, hogy te nem csak a Fradit fogod elhagyni, hanem végül az országot is. Ez egy utólag nézve, ez egy hirtelen meghozott döntés volt, mert ugye végül maradtál. És gyakorlatilag hát mondhatjuk, hogy minden rendben lett így most már. Hát nem kívánom senkinek azt az egész történetet, ami akkor volt, meg ami utána volt. Tehát itt voltak a szüleim mérkőzésen, úgy tudtam, hogy a lányom is kín van. Tehát nem volt egyszerű, amíg az ember úgy tisztában lett vele, hogy oké, minden rendben van. Aztán meccs után én hazamentem Pécs mellé Bogádra anyukámékhoz. Én vezettem, de kb. Fogalmam nincs a mai napig, hogy értünk haza, vagy hogy nem értünk haza. Tehát azért elég sok minden kimaradt. Elég hosszú időre kikapcsoltam a telefonomat is. És hát igen, akkor én úgy voltam vele, hogy én nem szeretnék ide visszatérni ezek miatt a dolgok miatt. Nagyon sokat győzködtek, hogy ne foglalkozzak pár hülye gyerekkel, vagy pár olyannal, aki nem igazi Fradi rukker, és nem a csapat számít nekik, hanem a többi történet, hogy jöjjek vissza. Ugye a Várszegi úr is úgy volt vele, hogy nem szeretné, hogyha elmennék, tehát nem is engedtek el.
És hát ugye ott nekem volt egy eltiltásom is, stb. Aztán, amikor visszatértem, hát nem túl kedves fogadtatásba részes. Pedig milliók vártak vissza, Attila. Igen, az megmaradt. Érdekes dolog, mert szerintem pont ugyanezek az emberek 3-4 év múlva, meg ha tudtak volna, akkor lehet, hogy a vállukon vittek volna a városba végig. Ugye, amikor megnyertük a bajnokságot, de a foci az ilyen. Ugye, bocsánat, ez egy Molino volt, amit azt hiszem Nyíregyháza elleni, a visszatérésednél a Nyíregyháza elleni kupa meccsen feszítettek, és ilyen kis dollárjelek a... Egyébként ironikus, meg jó, vicces. Jó, emlékszerel, és a legviccesebb az volt benne, hogy ezt a második fél időre rakták ki, és az első fél időben 1-0-ra vezettünk az én gólommal. Igen, és le is cseréltek utána. Igen, mert... Sérülés nyilván, nem igen, igen, egy kis sérülés, tehát ez vicces volt a történet. A 2004 májusa az már egészen máshogy alakult, ott már nem volt pokol, ott menny és menny volt, de én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez a kísérteties hasonlóság, hogy a hónap elején megnyerítek a kupát, aztán a hónap végén egy Debrecen elleni kiki meccs vár rátok telt házzal. Ilyenkor hogy megy föl az egy évvel azelőtti tények fényében a csapat a pályára, vagy hogy várja ezt a meccset? Mennyire volt bennetek 2003 májusa? Ha visszamegyünk az eseményekbe, akkor ahogy én tudom, tehát 2003-ban még talán rendezők se voltak a meccsen, nem ám, hogy rendőr vagy bárki lett volna a mérkőzésen. 2004-ben ez már nem így volt. Tehát ilyen szempontból is nem kellett ez miatt úgymond idegeskedni. De azt gondolom, hogy egy játékos kimegy a pályára, sose abban foglalkozik, én sose abban foglalkoztam, hogy mi van kint. Hanem abban, hogy van mérkőzésen, és azt akar megnyerni. Nyilván hallja az ember a bekiabálásokat, meg nem tudom mit, és ugye, ahogy szurkoltak, énekeltek, hát az egy nagyon jó érzés volt, meg egy tényleg az embernek a hátané a libabőrös lett tőle, még meccs közben is, mert olyan hangulatot tudtak varázsolni. Nem hiszem, hogy bárkibe is bármi félelem lett volna afelől, hogy most egy évvel ezelőtt ugyanígy elbuktuk. Hanem pont az volt, hogy mindenki nyerni akart, és lesz, ami lesz. Ugye a 2004-es bajnoki cím után 2 év légióskodás következett. Erről most engedd meg, hogy ne beszéljünk, hiszen a Fradihoz nincs sok köze. Nincs is mit róla beszélni. De az, hát igen, sérülésekkel és betegségekkel tarkított 2 éves légióskodás volt, de aztán 2006 nyarán azt nyilatkoztat, hogy amikor megtudtam, hogy a Ferencvárost kizárták az élvonalból, csak még inkább megerősödött bennem az érzés, hogy itt akarok játszani. Ezt megbántad? Egy évvel az MB2-ben a Fradival. Miért bántam volna meg? Tehát az én döntésem volt, hogy akkor én ide visszajövök, és a MB2-ből megpróbálunk feljutni. Nyilván tudtam volna, hogy milyen körülmények lesznek, akkor lehet, hogy az ember azt mondta volna, hogy köszi, nem kérek belőle. Ezért kérdeztem. De ez van. Tehát én döntöttem, az is egy feladat volt, amit sajnos nem tudtunk megoldani. Ennek nyilván megint volt kismillió oka, de kb. Visszavezethető arra az időszakra, amit elkezdtünk beszélgetni. Hát, mondom, a mostani körülmények tehát teljesen más volt. Hát akkor voltak játékosok, akik tényleg kajára nem volt pénzük. Haknézni jártunk a csapattal, hogy a fiatalabbak egyáltalán meg tudjanak élni, ami biztos, hogy nem tett jót, de ez volt, ígéret földje volt akkor inkább a Ferencváros, meg az egész klub. Egy téma zárásként, amit szeretnék felhozni, van nekünk egy Top 9 című műsorunk, és nem olyan régen beszélgettünk a Fradi legjobb támadóiról, ezt két részre vettük, voltak a 70 előtti, meg a 70 utáni legjobb támadók, és ez ennek a műsornak a lényeg, hogy szurkolói szavazatok is vannak, meg még két szakértő is elmondja a véleményét. És képzeld el, hogy a 70 utáni legjobb támadók sorrendje a szurkolóknál úgy állt fel, hogy Nyilasi, Böde, Fischer, Tököli.
mindig jó esik az embernek, hogyha kívülről szurkolóktól kap egy ilyen visszajelzést, és köszönöm szépen, örülök neki. De számomra a legfontosabb tényező az mindig a kollégák voltak. Talán a legbüszkébb pályafutásomban mindig arra vagyok, hogy nekem van egy Albert Florian Vándor serlegem, amit ugye a játékosok szavazatai alapján az adott év legjobb játékosának, akit választottak, ugye. És ugye azért van nekem ilyen, mert háromszor egymás után sikerült ezt begyűjteni, az Albert Florian Vándor serleget. Kettő név van még rajta, a Váci Zoli és az Illés Bélái. Azt gondolom, hogy ez ennél nagyobb büszkeség, én azt gondolom, hogy egy játékost nem érhet. Persze nagyon sokat számít a szurkoló véleménye is, de ők ugye teljesen máshogy nézik a történetet. Ugye amennyi is pokol, tehát lehet, hogy a 85. percben még te vagy a világ legrosszabb játékosa, a 88-ban meg győztes gólt fejez mondjuk éppen pont az Újpest ellen, akkor meghalhatatlan lett, és te vagy a világ legnagyobb embere. Az ilyen. A szakma az más. Mennyi is pokol, hát ez végigvitte az interjúkat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, a következő új Fradi Szív 2 hét múlva jön, jövő héten pedig a legújabb Top 9-et láthatják majd itt a tévében, meg a Facebookon és a YouTube-on is, ott is érdemes minket követni. Viszontlátásra!